a következő évek legnagyobb kihívása a munkaerőhiány, az automatizálás fokozása, illetve a következő generációk bevonása. A családi vállalkozásunkban azért vannak generációkülönbségek is, ami szintén újabb összehangolást igényel. Gyakorlatilag ez a legnagyobb kihívás, a generációváltás, ami épp elkezdődött. Digitalizálódnak a folyamatok, és ezért mi a belső folyamatainkat digitalizáljuk, az ügyfélelérésünket digitalizáljuk, és az üzleti modelljeinket is átalakítjuk. Vállalkozásból vállalattá váltunk, és most itt kategória ugrások következnek és vannak előttünk, amiket meg kell oldjunk. Hát a folyamatos növekedés. A növekedésnél nagyobb kihívás nincs. Alázatos munkavégzés, szorgalom, kitartás, ezek szerintem azok a hívószavak, amelyeket nem csak a családtagoknak, hanem minden munkavállalónak tudnia kell. A családi kapcsolatok harmonikusak legyenek, mert hogyha az működik, akkor a vállalat is jól tud működni. Értékek és értékrendek megtartása és ezeknek az átadása a gyerekeinknek. Cég érdekeit szem előtt tartva, de a családi kapcsolatokat tovább építve, ez a jövő feladata. Fenntartani azt a érzetet, hogy a munkavállalóink is egy családnak érezzék a munkahelyüket. Tanulság sorozatok vannak. Sokkal nehezebb egy családi vállalaton belül megteremteni a békét és az egyensúlyt, mint hogyha az ember ezt csak a kollégáival, vagy egy külső csapattaggal, csapattársal teszi. A mi szakmánkon belül, az épületgépészeten belül, én úgy gondolom, hogy mi egy olyan példaadó nagykereskedő cég vagyunk, akik 25 éve teljesen tisztán betartják a szabályokat a piacon, és ez nem mindig jellemző minden cégre, és mi erről vagyunk híresek, úgyhogy ezzel példát mutatunk. Kulturálisan képesek vagyunk változtatni az embereken, ami szerintem egy hatalmas dolog. Egy magyar helyi vállalkozás mindig alternatívát tud nyújtani a multi cégek piacán is. A biofilter 100%-ban tudja tehát újra hasznosítani a begyűjtött hulladékait, ezáltal a környezetet és a társadalmat is tudjuk segíteni. Én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a válság alatt sokkal kevesebb családi vállalat ment tönkre, mint hagyományos vállalat. Mert az összetartás az jobban működik. Avval együtt, hogy a mindennapi életben persze van egy csomó torzsalkodás, de mégis azért a nap végén itt van együttműködés, igazi együttműködés. Ők az a nagyon stabil rész, amelyre egyébként nehezebb időszakokban és hosszú távon számíthat egy nemzetgazdaság. Nekem a kedvenc módszerem, amivel a család örömmel tanul, hogyha együtt tanulunk. Mi sokszor egymástól tanulunk, és sokszor olyan dolgokat lát meg a másik, amire mi nem is gondolnánk, és ebből kifolyólag rá is vesz minket, hogy automatikusan tanuljunk ezáltal. Érdemes tanulni, mert ezzel kinyílik a világ, más embereket, más kultúrákat, más világokat is megismerünk.